Köszönöm szépen a türelmet, tisztelt elnök úr, képviselőtársaim, államtitkár úr. A parlamenti gyakorlatunkban egy ilyen törvényjavaslatot, mint az előttünk levő TÉPER 16211-es számú, amely egy nemzetközi szerződésnek minősülő kormányközi megállapodás módosításáról szól, rövid és gyors tárgyalás követően az esetek túlnyomó részében kormánypárti és ellenzéki többségi támogatást élvezve fogadunk el. Minden bizonnyal ez fog történni most is. Azt gondolom, hogy ez így helyes, és így van rendjén. Azt is gondolom ugyanakkor, hogy egyes esetekben érdemes és szükséges a nemzetközi megállapodás tartalmáról és jelentőségéről is röviden szólni. Én ilyennek gondolom az előttünk fekvő megállapodást és annak módosítását. A megállapodás két szomszédos ország, az Európai Unió tagjai, Magyarország és Románia között jön létre, alapját a 2007-2013 közötti Európai Uniós források képezték, amelyek 10 kisléptékű közúti kapcsolat és ideiglenes határátlépési lehetőség kialakítását biztosították. Megegyezés történt arról is, hogy legalább 2 útkapcsolat esetén állandó határátkelők megnyitására is sor kerül, így Elek, Otlaka és Dombegyház Kisvarjas között, tovább növelve a 2 szomszédos ország közötti határok átjárhatóságát. Ezért van szükség a kormányközi megállapodás módosítására. Miközben ma már ez mindennapos, hétköznapinak is tekinthető esemény, mondjuk el, emlékeztessünk arra, hogy az uniós tagságunkhoz köthető tényszerű bizonyíték arra, hogy az Európai Unióhoz való tartozás erősíti 2 szomszédos országunk jó kapcsolatát, hozzájárul elválasztó határok légiesítéséhez, az átjárhatóság növeléséhez, és jól szolgálja a többségi nemzetek és a kisebbségben élők érdekeit. A Magyar Szocialista Párt frakciója támogatja a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönöm szépen.